segítség a rászorulóknak. A rendkívüli időjárás miatt több melegedő is rendelkezésre áll a városban a fűtési nehézségekkel küzdőknek. Influenza. Szerencsén is növekszik azon betegek száma, akik influenza-szerű tünetekkel jelentkeznek házi orvosuknál. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. Az elmúlt hetek rendkívül hideg időjárása több hátrányos helyzetű embert is váratlanul ért és fűtési problémát okozott otthonukban. Az önkormányzat már évek óta a település 3 nyugdíjas klubját tartja fenn melegedőként a fűtési nehézséggel küzdőknek. A város lakói is igyekeznek segíteni a hátrányos helyzetű embereken, hiszen az ingyen elvihető kabátok akciója a Szabadfogas Mozgalom szerencsén is elindult. Célja, hogy meleg ruhával lássák el a rászorulókat. A tartós mínuszok miatt teljesen befagyott az egykori cukorgyár hűtőtava. Többen is eljöttek korcsolyázni a jégre. De a várkerti tó vizét is jég fedi be. Az elmúlt hetek rendkívül zord időjárása a nehéz körülmények között élő embereket felkészületlenül érte, így többen is melegedőkben húzták meg magukat. Kovács István már tavaly is az Ondi Idősek Klubjában melegedett fel. Azt mesélte, hogy nincs tüzelője és kéménye sem, mert nincs rá pénze. Itt meleg volt, itt el vagyok egyedül. Nem zavar senki, nyugodtan vagyok. Az Idősek Klubjának gondozója azt mondja, hogy tavaly többen jöttek a melegedőbe. Idén eddig 4-en töltötték itt az éjszakát, és a polgárőrök is néztek rájuk. Ide bárki bejöhetett, forró teát, egy némi élelmet mindenkinek tudunk biztosítani, és mivel hideg volt, vannak olyan emberek, akiknek ugye nincs megfelelő lakásuk, és ezért 4-től másnap reggel 8-ig itt aludhattak. Voltak itt szerencséjek is, vannak ondiak, hát ez így vegyesen. Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet. Olvasható a feliraton, a Rákóczi úton lévő kertészeti bolt előtt. A Szabadfogas kezdeményezés az interneten szerveződött, és Budapestről indult, de azóta már országszerte csatlakoztak a mozgalomhoz, köztük szerencsén is. A megunt vagy felesleges kabátok az eddigi tapasztalatok alapján sokszor akár pár percen belül gazdára találnak. Tévéből láttuk ezt a kezdeményezést, mi is csatlakoztunk hozzá, mivel hogy hideg van, nagyon sok embernek nincsen kabátja, ruhája, és ezért kezdeményeztük mi ezt az állványkitevést. És nagyon sokan csatlakoztak, a szerencsiekért is. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy kollégáikkal, valamint a polgárőrökkel együtt járták a várost, és kutatták fel a nehéz helyzetben lévő embereket, és beszállították őket a melegedőbe. Tudomásuk szerint egy hajléktalan él a városban, őt is felkeresték azon a helyen, ahol meg szokott húzódni, de úgy tudják, hogy most egy szomszéd községben rokonoknál tartózkodik. Az egyedül élő, rossz egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló emberekről a házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében 100 főnél több a gondozottak száma, akikhez minden nap kiállnak a gondozónők, tehát ők minden nap képbe vannak tulajdonképpen, illetve rajtuk keresztül kerülnek be a rendszerbe azok az emberek, akik még eddig nem voltak gondozottak, illetőleg lakossági bejelentés alapján, szomszédok hozzátartozók, ismerősöknek a bejelentése alapján, akik nehéz helyzetbe kerülnek, akkor őket így tudjuk felkutatni és számon tartani. A Szerencsi és Fecskési Idősek Klubjába bárki bemehet, 8 órától 16 óráig szívesen fogadják a gondozónők meleg teával és étellel. Az Ondi Idősek Klubja pedig éjszaka is nyitva áll a melegedni vágyók előtt. Ezen a héten ugyan valamivel enyhébb volt az idő, de a jövő héten ismét lehet akár mínusz 18 fok is. Magas láz, fejfájás, rossz közérzet és izomfájdalom. Ezek az influenza betegség legjellemzőbb tünetei. Az országos tendenciának megfelelően szerencsén is növekszik azon betegek száma, akik influenza-szerű tünetekkel jelentkeznek házi orvosuknál. Az időjárás enyhülése kedvez a vírusok szaporodásának, így ebben az időszakban növekszik a légúti megbetegedések száma, és egyre többen jelentkeznek influenza-szerű panaszokkal házi orvosuknál. Ha majd a nagy hideg után lesz a enyhülés, akkor várható, hogy a vírusok, az influenzások felszaporodnak, és ilyenkor magas láz, fejfájás, rossz közérzet, izomfájdalmak szoktak még lenni,
Aztán ezen kívül persze, ha fokozó idegrendszeri tünet, még hány ideges is lehet. Tehát ezek már komolyabb tünetek, és a rossz közérzet miatt és a magas láz miatt nyilván ágyba dönti a beteget. Az influenza térképen jól látszik, hogy a legtöbb megbetegedést Budapesten jelentették, a legkevesebbet pedig Nógrád megyében. Borsod-Abaúj-Zemplén megye a középmezőnybe tartozik, itt 100 000 lakosra levetítve 79 volt az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Megbetegedés szempontjából a legnagyobb veszélynek a gyermekek vannak kitéve, míg a szövődmények szempontjából a krónikus betegségben szenvedők. A megelőzés érdekében még mindig nem késő beadni a védőoltást, ami mindenki számára elérhető a házi orvosnál. Fontos, hogy a védőoltás beadása mellett az immunrendszerünket is megfelelően készítsük fel erre az időszakra, vitamindús táplálkozással és extra vitaminbevitellel. Az elmúlt hetekben extrém hideg volt Magyarországon. 32 éve nem mutattak ilyen mínuszokat a hőmérők. Volt olyan település, ahol este mínusz 28 fokot mértek. A rendkívüli időjárás nem csak az emberre, de a szabadban tartott haszonállatokra is nagy hatással van. Ilyenkor fokozottabban kell ügyelnünk rájuk. Befagyott a Szerencsi homokos tóvize. Az elmúlt napokban több megyében, köztük Borsodban is másodfokú riasztás volt érvényben a hideg miatt. A helyzetet csak tovább súlyosbította a viharos erejű szél is. Az emberek mellett az állatok számára is igen megterhelő, de akár életveszélyes is lehet a tartós fagy, hó vagy ónos eső. A róluk való gondoskodás során az időjárási viszonyoknak megfelelően különböző óvintézkedésre van szükség. Takács József, Szerencsi lakos éppen a csirkéjének önti ki a meleg ivóvizet. A fagypont alatti hőmérsékleten a víz megfagy, így az állatok nem tudnak inni. Így ez naponta többször is ellenőrizni kell. A megfelelő hőmérsékletű ivóvíz mellett legalább ennyire fontos az élelemre is odafigyelni. A téli időszakban a hőveszteség hatására az állatoknak több energiára, ezáltal több és jobb minőségű élelemre van szükségük. Az állatokat ilyenkor célszerű fedett, száraz helyen tartani. Az állatoknak az olját takarjuk, de arra kell figyelnünk ebben az esetben, hogy tehát a nyílászárókat befedjük, vagy hogyha nincs, hogyha nyitott, akkor valamilyen nylonfóliával. Arra kell figyelnünk, hogy nagy párásodás lépjen fel, mert sokkal többet árt, mint egy hideg levegő. Tehát, hogyha belépünk az állatnak az istálójába, akkor egy száraz levegő legyen, ne pedig páralecsapódásos levegő, mert sokkal többet árt az állatoknak is. Ammónia felhalmozódás is, és abból lesz a probléma. A szakemberek tehát azt tanácsolják, hogy mindenképpen védjük az állatokat a különböző téli időjárási hatásoktól. Aki teheti, az tartsa a következő napokban továbbra is fedett helyen az állatait, hiszen az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzései alapján az elkövetkező napokban egy újabb hidegfront átvonulása miatt ismét lehűlésre kell számítani. Szerencsén is elszállítják a fenyőfákat. A Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Idén januárban a 2016. júniusában bevezetett zöld hulladékgyűjtése tekintettel két alkalommal biztosítja a fenyőfa elszállítását a lakosság részére. A fenyőfák elszállítására Szerencsén 2017. január 16-án és 17-én, valamint január 30-án és 31-én kerül sor a szelektív hulladékgyűjtéssel egyidejűleg. Bruttó 2-2 forinttal csökkentette szerdán a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A csökkentéssel a benzin átlagára 367 forint, a gázolajé pedig 379 forint lett. Legutóbb múlt hét szerdán változtak az üzemanyagárak, akkor bruttó 3-3 forinttal nőtt a 95-ös benzin és a gázolajára is. Az autósok akár 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a benzinkutak árai között. A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban január 6-án Vízkereszt napján teremszentelés tartottak. Kocsis Sándor, római katolikus plébános elmondta, hogy Jézus születése után a következő nagy ünnep a Vízkereszt ünnepe, és három evangéliuma keletkezett az évezredek során. Keleten Jézus megkeresztelkedését, nyugaton pedig a három napkeleti király megjelenését ünneplik ekkor. A plébános a székely püspök által kitett vizet szentelte meg, melyhez sót használt, ami a megtisztulást jelképezi. Kocsis Sándor a frissen megáldott vízzel szentelte meg a tantermeket, a benne tanuló diákokat és pedagógusokat is a gimnáziumban.
Kazincz Barcika együttesét fogadta január 8-án a Szerencs VSE sakcsapata a megyei első osztályú bajnokság harmadik fordulójában. A szerencsiek 9,5-2,5 arányban győzelmet arattak. Ezzel a diadallal a tabella 5. helyén áll a megyei első osztályú szerencsi csapat. A hazaiak 12 fővel vettek részt az agytornán. A következő mérkőzés a jelenlegi listavezető Miskolci Kisbocsok SAK Sportegyesület ellen január 22-én lesz Miskolcon. Ez volt a híradó január 13-án. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalunkon és a YouTube-on. Kérem, maradjanak velünk az időjárás előrejelzés után is, és tekintsék meg Városhatár című magazinműsorunkat, melyben beszámolunk az idei félévzárásról a művészeti iskolában, valamint Márkus Károly mesél az 1956-os emlékeiről. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!